Idén is megnyitották a Kárpátok hímes Tojásai című kiállítást a Vihorláti Múzeumban, Homonnán. A 31 éves múltra visszatekintő tárlaton a Kárpát-medence számos régiójában hagyományos és modern technikákkal készült versenybe benevezett hímes tojások láthatók. Idén a több mint ezer kiállított hímes tojás, öt ország több mint 110 alkutó a munkája. Listočky sa nafarbíme zo spodnej strany normálne farbičkou. A Homonnai Múzeumban húsvéti foglalkozásokat tartanak a diákoknak, így szeretnék továbbadni a hagyományokat a fiataloknak. A Magyarország területén készült hímes tojás kollekciót mutatja a múzeum egyik munkatársa, aki a minták hasonlóságára hívja fel a figyelmet. A szlovákiai, Csehország, Lengyelország, Ukrajna és Magyarország területéről származó tojások mintáin felfedezhető a víz, a jólét, vagy éppen védelmező jelképek is. A szakemberek szerint a tojásokra írt mintákkal, jelképekkel a készítője üzenetet hagyott. A húsvéti tojásokra egykor az emberek ráírták az óhajaikat, kegyelmet, az isteneiktől segítséget, valamilyen felszabadítást, a természet bőségét vagy elégedett, boldog életet kértek. Az első díszített tojásokat a kereszténység előtti időszakból ismerjük, nagyjából 3000 évvel Krisztus előttről, mondja a múzeum egyik munkatársa. Idén a legnagyobb 380 darabból álló gyűjtemény Ukra érkezett. A hagyományosak mellett a kiállítás felsorakoztat modern technikákkal készült hímes tojásokat is, mint például az úgynevezett áttört, csipkézett, zsinórozott vagy pingált tojásokat. Nagyon sok szép hímes tojást láttunk, engem lenyűgöztek a lengyel tojásíró festett egyházi témájú alkotásai. Nagyon sok ötletet adnak, némelyiket otthon is kipróbálhatjuk, mondja egy látogató. A kiállításon bemutatják a Homonnai Vihorláti Múzeum gyűjteményéből származó darabokat is, valamint, hogy miként változott a húsvéti tojás készítés hagyománya a Kárpát-medencében a múlt század óta. A múzeum eddig több mint 26 ezer húsvéti tojást állított ki, csak nem 800 szerző munkáját bemutatva. A kiállítás április 30 áig tekinthető meg.